Nos, hát üdvözlök mindenkit, én Bazsi vagyok, és itt vagyok egy újabb Hoi 4-es videóval, és a Hungarian Flavor-rel érkeztem, méghozzá azért, mert jött egy új frissítés, tehát most már a legfrissebb Hoi 4 verzióval használható a Hungarian Flavor, és vannak szembe tűnő változások benne, például itt a Nagy Imrés fókuszfánál, illetve, ha megnézzük, Magyarország az előző 4 terület helyett most már 7 területre van felbontva. Így hát érdekesebb határok tudnak kialakulni, de hogyha mondjuk elveszítetek egy háborút, de sokkal több ipart tudtok felhúzni, illetve így ennek a hatására a vasút is teljesen átalakult. No, de mivel ugye Nagy Imrés fókuszfa lett az, ami megújult, ezért rá fogok repülni arra, hogy azt bemutassam. Tehát mindenféleképpen beszeretném mutatni, hogy milyen is lett igazából ez a Nagy Imrés fókusz. És itt láthatjátok is, hogy tényleg sokkal, de sokkal több területet tudtok így most már beépíteni Magyarországon. Amit én most itt meg is tettem. És hát ugye itt Közép-Magyarországon kívül igazából sehol máshol nincsen 3-as infrastruktúra. Tehát azt most gyorsan fel fogom húzni. Az egységeimet képzem, hogy egy kicsi Army Experience összejöjjön. Illetve Engineeringre fogunk rárepülni. Rendben, őnekik adok is egy parancsnokot. És nem tudom, egy dolgot vettem még így észre, ami szembe jött a játékban, mert én már játszottam ezzel a Nagy Imrés fókusszal, hogy általában, hogyha elmegyek Nagy Imre irányába, tehát itt a Embrace Communism fókusz választom, akkor a németeknél kitör a polgárháború, mert ők meg abba az irányba mennek el, és ez nem tudom, hogy ez valami véletlen folytán történik, vagy alapból ebbe a irányba indulna el az ország, de majd mindjárt kiderül. Ó, és neki így már is oda lehet adni ezeket a réteket. Ez érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy itt most én ugye elmegyek a kommunizmus irányba, ők melyik irányba fognak elmenni. Igaz, nekik 70 nap azt kiválasztani, de mindjárt meglátjuk. Oké. És akkor mi itt meg tudjuk csinálni, mondjuk a diszt, ezt meg is csinálom. Lehet, hogy most maradnak ugye nacionalisták a németek. De hát majd kiderül, kíváncsian várom, hogy mit fognak választani. Mert eddig mindig elindultak a nekem kellemetlen irányba. Tehát nem is nagyon tudtam győzni nekik köszönhetően. Oké, tehát nem működött valamiért a töltés a laptopnak, de hát ezt orvosoltam. És tessék, itt a polgárháború, ezt mondtam. Tehát én ezt nem beállítom meg semmi, mit ők úgy gondolják, hogy elindulnak abba az irányba. És ezzel én nem tudok mit kezdeni, csak hogyha mondjuk megcsinálják demokrata fókuszt, akkor ők ugye a kommunizmust akarják legyűrni, stb. Ja, és Svájc meg mindig arra megy, hogy megcsinálja az Alpesi Föderációt. Az meg nekem nagyon nem jó, megmondom őszintén, mivel olyan OP ország lesz Svájcból, hogy nagyon nem lehet őket legyűrni. Tehát most én rá is megyek itt már is a fegyverkezésre, illetve az iparosítást is fogom tovább folytatni. Minél gyorsabban, ahogy tudom. Csak az egy problémám, hogy ideológiát kéne váltani. Méghozzá ugye a szocializmusra, vagy szocialista ideológiára, meg ugye az egységeimet ki kell bővíteni. Tehát meg is fogom csinálni itt most a 27 kombatvites OP divíziókat. Mondjuk embererő nem lesz rá, de ez van most. Mindjárt meg lesz a
a besorozási reform is akkor az ad egy keveset majd nekünk pluszba. Egységeket képezni nem fogok. Ilyen pillanatban, mivel alapban nincs is rá ember. Kormányt lejáratjuk, hogy meglegyen majd nekünk a szükséges mennyiségű támogatottság a kommunista ideológián, és elindulunk majd lefelé a fókuszfában. Jó. Igen, a besorozható népesség egy kicsit kikezdi ez a ideológia váltás, de nem tudok vele mit csinálni. 45%-on van a magyarországi kommunisták pártja, hát ezt lassan meg tudjuk majd változtatni. Oké, ide pedig a support art bepakoljuk. Nagyon szuper. Olimpiának vége. Nem kellenek a tankok, mert elvenne egy csomó political power-t. Helyette viszont, ahogy tudjuk, megtartjuk ezt a referendumot. Oké. Okay. Bastion against fasizmus, menjen. Illetve... itt szoktam még belekötni a vasutat Erdélyben. Ide is mindjárt intézünk egy ilyen kapcsolódást. Ide is. Rendben. Oké, és akkor ami azt illeti, itt kéne lenni a Captain of Industry, az teljesen szuper nekünk, mert hogy az infrastruktúra, civil gyár, vasút és a olajfinomítók építési sebességén javít. És Olaszországban is polgárháború van. Mi pedig rárepülünk Ausztriára. Hát nekünk ugye Ausztria az elsődleges célpont. Legyen egy bábunk. Oké. És amúgy minden más területen is itt próbáljunk előre nyomulni. Ne csak ebbe az irányba. Mehetünk például Grác. Így bizony. Aztán tovább északra. Itt délen megpróbálhatunk egy ilyen mozdulatot. Így né. A repülőgépekben, ami azt illeti, hát kb. Döntetlenre állunk. Viszont a veszteségeink nekünk bőven jobbak. De én elkezdem research-olni az újabb fajta repülőgépeket, illetve mivel lett 2 katonai gyár, ezért meg fogom tenni azt, hogy egy kicsit a repülőgépekre is fókuszáljak. Jó, hát Bécset be tudnánk venni, akkor miért ne vennénk be? Így, illetve indulás északnak. Itt le kell keríteni, hát a lekerített divíziót nem le kell keríteni, hanem ki kéne nyírni. Így bizony. És akkor spreading socialism, elterjesszük a szocializmust itt a környező országokban végig. Rendben, itt most ugye kétfelé szakad a front. Tehát északon meg kell oldanunk a támadást ennyi erővel. De hát úgy néz ki, hogy le tudjuk bonyolítani. És Salzburgot kell elfoglalnunk. Onnantól kezdve nyertük a háborút. Így bizony, Ausztria kapitulál, elvesszük Burgenlandot, Ausztriát bábbá tesszük. Így. War Reparations. Demilitarizált zónába betesszük nekik Bécset. És Resource Right, azt mindent kérünk.
meg még ezt is betesszük. Demilitarizált zónába, így bizony. Ja, most mondjuk az egységeink oda beszorultak, ha jól érzékelem. Igen, tehát egy kicsit ki fogom játszani a játékot, sajnálom. De ez csak annyira kell, hogy az én egységeim át tudjanak jönni, aztán vissza is adom a jugóknak ezt a területet. Így bizony. Rendben. És közben mehetnek tovább a researcheink. Fortification Engineering vagy Popular Figurehead. Berakjuk őt, mert ő is segít az ipar javulásában. Így bizony, itt pedig terjesszük szét a szocializmust. Jól rá tudunk menni az International Revolutionary, egy International Brigades-re, amit megcsinálunk. Infantry Expertnél pedig Rácz Jenőre várunk. Ő fog nekünk kelleni, mert ő adja a legnagyobb boostot a gyalogságnak. Itt pedig szépen felállok ide a jugoszláv határa, és megnézem, hogy az újonnan megkapott területeken az infrastruktúra hogy áll. Hát kettesek, nagy rész kivéve Dél-Szlovákiában, ott egész korrekt, tehát akkor azzal ott nem is foglalkozok egy ideig. Approach the comrades, hát azt meg tudnám csinálni. Mi ad elég jó boostot nekünk? Hát ő például, tehát ezt is megcsinálom. Illetve, hogyha ez elkészül, akkor elnyomom ezt is, és akkor mínusz 10% lesz consumer goods-on, ami brutálisan jó. Occupation-ből 6 gyárunk származik. Rendben. Osztrákoknak embererőjük van, van gyáruk is, jó. Rendben. Akkor ezzel itt nincs probléma. Oké. Akkor menjünk tovább a research-ökön. Oké, érdekes dolgot látnak szemeim. Hát Mussolini háborúzik Etiópiával, ami már gyakorlatilag nem is létezik, de Etiópia benn van a szövetségesekben. És ezt valaki magyarázza már meg nekem, hogy itt így tulajdonképpen miért nem állnak be a szövetségesek a háborúba az olaszok ellen, mert mondjuk akkor én is belépnék, és lehet, hogy itt Észak-Olaszországban mondjuk egy bábot létre tudnék hozni, de approacholjuk a comrades-et, mielőtt még beállnak valamelyik szövetségi rendszerbe, illetve építsünk repülőket. Szuper. Itt van ilyen Miskolc Arm Factory, ezt is elnyomjuk, mert ezek brutálisan sok jó gyárat, illetve pozitívumokat adnak az országiparának. Itt is látjátok, hogy például kapunk nyersanyagot, gumit, mindenféle ilyen dolgot. Igaz, hogy political powerbe kerül, de cserébe bővül az ipar. Oké, ez is elkészült, akkor menjünk tovább a gyalogsági fegyverzeten. Approach the comrades. The Council of Nations, így bizony. Oké, és akkor repüljünk rá mondjuk a jugoszláv falra. Egész jól jönne. És második Vilmos visszatért a Német Birodalom trónjára. Második Vilmos császár. Jó, oké. Nyugodtan. Mi pedig folytassuk szépen az iparunknak a fejlesztését. És kaptunk megint 2 gyárat, hát akkor ez itt így lesz szétosztva. Aztán rámenjünk majd az anti-air gyártására is, amikor kifejlesztjük az antitankot. Amíg az nincsen kifejlesztve, addig nagyon nem fogok rárepülni semmire. Itt pedig egy kicsit jobban kifejlesztjük a vasutat Burgenland és környékén.
Így biza. Közben a dog rosszalkodik a háttérbe, de ez van. Oké, és újabb gyárakat tudunk így építeni. Nézzük meg, mi az, ami ad viszonylag sok minden. Hát a Dunántúli gumiipar az eléggé sok mindent ad, ilyen például szovjet polgárháború, ilyen például a gumi, illetve ad egy katonai gyárat is. Oké, viszont vannak ipari fókuszaink is, amivel nem csak ipart, hanem infrastruktúrát is tudunk fejleszteni, tehát ezt mindenféleképpen el fogjuk nyomni. Ausztria, hogy állsz? Nincsenek egységeid, remélem lesznek, illetve én is tudok csinálni. Az Infantry Template 4, hát, ja, nem csinálunk semmit. Ja, és itt akkor ezt a frontot is összép húzzuk, mert mi az osztrák határral nem fogunk foglalkozni. Még nem őket támadják meg, addig nincs is gond. Oké, a Rábát megcsinálom. Így bizony, menjen a Rába. Itt pedig mehet tovább az ipar. Ami azt illeti, ugye nekünk itt a Dunántúlon van bunker rendszerünk, de ezt itt a Burgenlandra is kiterjesztem. Ezt nem tudom, miért kaptam most el az egységet. Illetve itt csárt, hogyha össze vagyunk mondjuk kötve, és így bunkeresítsük körbe a területeinket. Majd Bácskába, meg a Torontába, azaz a Nyugat-bánságba is fogok rakni bunkereket, de ez egyelőre megfelelő. A Romániában növekszik a szocializmus, Jugoszláviában is nagyon, a cseheknél is, meg a lengyeleknél is. Oké, let's go, pörögjön, csak pörögjön. Egész erős szövetségi rendszerünk lesz, hogyha így folytatjuk. Jó, és én rárepülök az iparra, az újabb elérhető research slottal. Na, de ami azt illeti, amúgy új egységeket tudnék képezni. És ezt meg is fogom most tenni. Méghozzá egy 9-et biztosan, aztán még majd érkezik 6, csak hogy meglegyen egy 24-es hadseregünk. És így összesen körülbelül 210 ezer főre kerekítve annyira fog tassálni a hadseregünk. Mi szerintem teljesen vállalható. Rendben. És új gyárunk is élhető el. Nézzük meg, hogy mi hiányzik tőlük. Aha, support anti-air mondjuk az még jöhetne. Illetve, megmondom nektek őszintén, fogok berakni még antitankot is hozzájuk. De hát ez még a jövő zenéje, ugye? Először el kéne készülnie majd az antitanknak. Jó. És akkor nézzük a szovjet polgárháborút. Jó, hát szerintem tudom, ki fog nyerni. Az SSR. És amúgy az lenne a jó, még mindig háború, ez szerintem bugos. Nem. What? És a britek nem léptek háborúba az olaszokkal? Úgy néz ki, hogy még nem. Új repülőt tudnék kifejleszteni, hát mindjárt megnézem, fighter weapons. Megnézzük. Aha. Ez az engine már, jó, nem, mert még jó neki. Jó, és akkor Interwar Small Frame helyett már ezt az újabbat fogjuk legyártani. Így biza, és SFR Jugoszlávia. Miért nem lép be a factionbe? Vagy rá nem vonatkozik ez a... Terjesszük ki a befolyást itt
a kommunista befolyás. De. Csak meg kell csinálni a fókuszt. Jó, így minden érthető. Viszont én jobban örülnék neki, aha, ez a baj. SFR Jugoszláviát még mindig garantálja mindenki. Szeretnék területeket foglalni. De ez majd ráér akkor, amikor elintéztünk mindenki mást. Ja, hát fejlesszük egy kicsit az osztrákokat is. Illetve a repülőkre egyre több hangsúlyt fogunk fektetni. Most megcsináljuk a szövetségi rendszert. Így, miközben 9 egység elkészült, és akkor még kell 6. Ez a 6, így. Itt pedig... Hát a botondot fogjuk kiresurgelni. Illetve az R-nél mondjuk... Heavy Machine Gun Cannon... Új motor... Hát szerintem a Heavy Machine Gun-t megcsináljuk, ja. Nem fogunk szórakozni. Illetve az alumínium industry-t, hát ezt kicsit kibővítjük. Igaz, 9 civil gyárat használ, de cserébe nagyon sok nyersanyagot fogunk kapni, ami hiányozni fog az iparban, hogyha nem csináljuk meg. És megalapult a Danube Valley Cooperation. Tök király. És csináljuk meg a Comecont, mert így akkor Consumer Goods Factories, az mínusz 5%, és ez kell nekünk. Turkish Socialist Republic. Na, barátkozzunk velük. Garantáljuk például a függetlenségüket is, kössünk non-aggression pactet, és nézzük meg, miért nem akarnak belépni a factionbe. Ezt még nem tudjuk, de majd kiderül. Bolgárok is? Ja, hogy szeretnének háborúzni, így már értek mindent. Oké, okay, Comecon megvan. Akkor reform, kommunizmus, vagy market economy. A church support, és akkor lemegyünk a research slotra. Ja, az lesz a jó döntés. Oké. Okay. És akkor... Utána viszont rárepülünk az infrastruktúrára, mert itt Székelyföldön nincsen utánpótlás. Tehát az meg gáz. És akkor én most ezt a 6 egységet le is hozom. És képezni fogom őket, mert itt most így ugye 15 egység van, akik nincsenek normálisan kiképezve a legmagasabb szintekre. Jól lenne, hogyha ki lennének. Szépen akkor... Folytatjuk a research-öket. Rárepülök a legújabb repülő research-re, illetve a gumi lesz még nagyon fontos. Igaz, hogy abban most egész jól állunk, de mivel még egy tonna gyárat rá fogok fordítani a repülőgép gyártásra, azért biztosan te fog még lenni nekünk a gumi. A church support után rámegyünk a mezőgazdasági egyetemre. Így bizony. És Maort, aztán vasút. És le egészen ameddig tudunk. Aztán ugye itt is tudunk még acélt szerezni. Finomítóval tudunk még plusz gumit. Tehát az most egyelőre egész jó. Oké, okay, és a botonnak köszönhetően itt ilyen logistic campanit meg tudunk csinálni, amit be is fog pakolni a gyalogságunkhoz. Illetve ugye még itt feljebb is vannak nekünk, csomó olajat tudunk szerezni, abból is ugye kelleni fog. Ausztrália elszakadt, Litvánia szovjet báb lett. Hát de még mindig úgy érzem, hogy az SSR fog nyerni. Szinte biztos. Mondjuk annyira nagyon nem terjeszkednek, tehát látjuk, hogy honnan indultak, ugye a vastagabb vonalak, hát még van bőven.
elfoglalni valójuk, de ez van. Ausztria, nem szeretnél egységeket csinálni? Van 100 000 besorozható embered. Egy kicsit akkor boostolom nekik a kedélyeket. Rendben, és akkor még egy Field Hospital jól jöhet. És egy Bloody egyezményt is megcsinálunk. Hogy aztán rá tudjunk jönni itt a Hubaira, Rapid Corps, teljesen, de az Assault Divisionig. Ezek is itt új cuccok. Illetve ugye itt a Nagy Imre fókuszban itt vannak az új részek. Itt. Nulla. Na. Az is szuper. Jó, akkor Canons, ráfekszünk. És itt már megint meg tudjuk csinálni az újabb repülőgépet. Már csak Air Experience kéne, ami nincs. Tehát itt majd ki kell választani Rákosi Bélát, ha lesz 150 politikál powerünk, mert így napi 0,3-at kapunk, és repülőgép fejlesztéshez azért annyira sok nem kell. Jó, erre rámegyünk, mert ez pont fog adni 100 politikál power. És Lengyelország visszaadta Danzigot. Komisz. 37%, 31%. De növekszik most már, nem csökken. Ami megint csak jó hír. És rámegyünk a logisztikre. Így né. Okay, na. És akkor a hadseregünk egész korrekt. Lassan 450 000 ember lesz. Itt az egész nagy néphadseregben. És mit tudunk csinálni, amilyen fejlesztés? Hát most nagyon semmit. Gyárakban még egy adagot elkezdtem építeni, mert hát elég jól állunk már, de álljunk még jobban. De infrastruktúrális fejlesztést kimaxoltam. Osztrák bábban is segítkezünk. Kéne még vasútfejlesztés, amit megint csak ki fogok maxolni. Így né, de addig ne menjen az idő, amíg itt én a fejlesztéseket intézem. Oké, mindenhová a maxot rakjuk. Aztán majd idővel elkészül. De még amúgy... is akartam mondani, szerintem most... Mikor? Nem, még nem csináltam meg a fókuszt. Aha, nem. Akkor ezután rámegyek arra a fókuszra, ami Erdélybe is megépíti nekünk a Supply Hubot. Jó, és akkor a Research elé... Hopp, ezt nem. Erre megyünk rá akkor. Illetve... Hopp, a tüzérséget el is felejtettem. Na hát akkor az. Az fog még kelleni. És akkor Ground Support menjen. Soviet-French Pact. Melyik szovjet? Szerintem ez. Aha. Érdekes. Na, és a csehek? Mikor lesz választás? Április, május? Hát nem hiszem, hogy megelőzik. Sőt, biztos, hogy nem. Románoknál nincsenek választások. Akkor náluk csak úgy lehet győzni a komcsiknak, hogyha referendumot hirdetnek majd. Benne van. Jó, és akkor az olajat csináljuk. Csináljuk, hogy legyen. Kelleni fog a légierő fenntartásához az olaj. Tehenautó gyártás az még mindig megy. Fegyverből visszaveszek, és akkor így több teherautót tudunk gyártani. Oké. Gyárak épülnek. Szuper. Silót is fogok lerakni. Illetve a következő elkészülő resource slot, az már az olaj részre fog rámenni. Hogy azért ne kelljen majd venni olajat. Nem csináljunk magunknak, vagy vegyenek tőlünk. Jó, Railway Station Expansion megvolt. Land Clearance van még
Hungarian Motorway, az is kelleni fog, ez nagyon szuper. Oké, ez a vissza is rámegy a motorokra, és akkor el is tudjuk kezdeni, improve small airframe, rámegyünk a heavy machine gunra, rámegyünk a naval bomberre, a Kessre. Így, two engines, defense turret. Hát nem bírja el, aha. Akkor elektronika, rádió navigáció, defense turret, light, special module, dive brakes, closer support, naval strike, armor plates, loads. Self-sealing fuel tanks. Aha, de még mindig nem lesz elég, tehát az új motort meg kell várni. Így már jó. Oké, és akkor mondjuk be tudunk-e tenni? Így akkor nem. Tehát akkor light defense turrettel fogjuk használni, és akkor jöjjön is a héj a gyártása. Mind az öt. Így bizony. Nagyon jók vagyunk. Ide még mindig hiányzik Rácianő. De már nem hiányzik. És akkor csináljuk az új tüzérséget is. Jó. Románia. Ami azt illeti, zavar. Csehek is zavarnak, de pedig nem tudok mit csinálni. Lengyeleknél is már érdekes dolog történik. Tehát ott megjön. Kb. Ennyi. Ezzel tudom így jellemezni. A bolgárok, ők még mindig nem szeretnének semmizét. És akkor Hungarian Motorway Network. Repüljön csak szépen az a sok infrastruktúra nekünk ide. Jó, elég sok gyárunk van amúgy. Azt nézem. De ez nem baj. Gyárban sosem elég. Ja, és az izét elfelejtettem. Closer supportból is kéne új. Hát hogyne. Floats, electronics, pedig bombsite. De ez itt nem lesz még jó. No, viszont elkészült az új motor. Akkor small airframe. Cast weapon. Két kanon. Várjunk. Ja, két kanon. Two engine 2. Elektronika, bombsites, defense turret, heavy, nem, defense turret, light, special modus, floats, az se jó neki, akkor armor plate, se jó neki, self-sealing, fuel tank, se jó neki, dive brakes, se jó neki, és rádió navigáció se jó. És hogyha nyomok egy ilyet, ez így már jó neki. Jó, akkor ezt fogjuk gyártani. Így. És akkor let's go. Fejlődjenek csak szépen azok a repcsik. Nekik a képzés leáll. Hozzá kirendeljük az összeset. És hogyha már itt tartunk, akkor még ez is jó ötlet lehetne. Mindenhová kimaxolni az összes repteret, illetve az légi ágyú, légvédelmi ágyúkat, vagy lövegeket.
hogy sehol se tudjanak nekünk kárt okozni. És akkor az antitank is jöhet. Jó, kifejezetten szuper. Új tüzérség, jó. És akkor a teherautókra még rásegítünk egy picivel. Rendben. Hát gyertek, Kanada. Gyere. Gyere nyugodtan. Nagyon jó, Kanada is belépett hozzánk. Mondjuk érdekes, mert... Igen, Dona völgye. Együttműködés. És hát... Kanada az azért... Észak-Amerika, de... Engem nem zavar, megmondom őszintén. Mindenféleképpen reinforcementsre menjen először az összes-összes felszerelés. Mindjárt amúgy már katonai gyárak fognak érkezni. Tehát akkor itt a repülők kibővülnek, teherautó is, tüzérség, fegyver. Fegyverből talán nem is fog ennyi kelleni. Így első körben ez teljesen jó lesz. Illetve csináljunk egy agency-t, MNVK2. Ausztria, te nem szeretnél kezdeni magaddal valamit? Imperial Helvetia. Jól van, nincsen még meg nekik az a brutális fókusz, hogy legyőzhetetlenek legyenek. Tehát az ott úgy tök jó. Range improvements, inkább arra megyünk. Jó, és akkor az új egységek is tudnak szépen lassan érkezni. Concentric Road Network, Intelligence Network. Kuba Order of the Battle-re kéne menni. De az meg kell csinálni a győri programot. Hát már tervezem, hogy megcsinálom, de hát az még hát nem azt mondom, hogy ráér. De lassan azért neki kell állni. És akkor Operatives. A Build Network in Románia. Propagandizálj. Bocs, ideológiát boostolj. Igen. Azt kell nekünk. Oké, ide pedig Hugo Sónyi. Hugo, gyerünk, gyere. Mindjárt meg lesz rá a political power, aztán akkor Hugo, beugorhatsz ide a vezérkarba. Bolgár szocialista köztársaság nem nagyon akarna belépni. Törökök se. Törököket garantálják a britek, úgyhogy a britek fasiszták, a törökök meg komcsik. Érdekes, érdekes összefüggés. Jó, és szerintem kezdjünk el foglalkozni a tankokkal is. Illetve minden mással is. Mi? Ennyi volt a katonai gyár építés? Azt hittem kicsit többet építettem, de... Úgy néz ki akkor, hogy nem. Na mindegy, ezt majd ugye bepótolom. Akkor mellé építünk még olajfinomítókat is. Szétszórva mindenfelé. Supply hub az jó. Infrastruktúrák épülnek, de... Nem biztos, hogy van rá szükség. Oké, és akkor menjen az új fegyver. Jó, mivel elkészült az infrastruktúrális fókusz, így most egy kicsi boostot kaptunk, és a
németek megtámadták a franciákat, meg a szovjeteket, Europe Pact. Mivel állnak hadban? Ez az SSR. Aha. Jó, így állnak hadban. Oké, látom, mondjuk nem határosak velük. Mindegy is. Annyira nem hat meg. Győri program meg volna. Army effort, aviation effort. Aviation menjen. Menjen az. Itt pedig army regrouping teljesen szuper lesz. 12 új egység elkészült. Így magyar néphadsereg mondjuk azt le tudja fedni, mondjuk itt a német határt, talán elég egységgel. Megmondom őszintén, egy kicsit félek tőlük. Tehát akkor ez így itt megvan. Oké. Nézzük a jugó hadsereget. Hát 260 ezer ember, magyar népközösség 453 ezer, osztrák nulla. Nem baj. Ja, és már a vasútfejlődés megy. Egy fejlesztés, bocsánat. Ez menjen is. Nagyon jó, hogy ez itt így. Én gyorsan halad. Jó, és akkor nekünk a superior firepower. Igen, mondjuk emberünk nincs, de superior firepower lesz. Jó, az ott úgy. Swedish License Trade. Biztos. Hungarian Lloyd Aircraft. Örögjön szépen. Oké, és mivel van antitank, ezért őt is elkezdjük gyártani. És az anti-air is elkezdjük gyártani. Bizony, 1934 médium. Németek háborút indítottak Britannia ellen, illetve Belgium ellen is. Oké. Okay. Érdekes megmozdulás. Ugye én mindenféleképpen szeretném a cseheket, románokat beszervezni. Cseheknél gond van. Mondjuk úgy. Operatívem csinál valamit? 0,0-át csinál, igen. Tehát úgy semmit. Jó, Army Effort, Synthetic Rubber. Nem tetszik, miért léptek ebbe bele ők? Ez mi? Kié ez a faction? Nem tudom, de egész komoly célpontok lehetnek belőlük. Csináljuk meg a Győri program phase 1-ét, és rá tudunk menni a Huba Order of Battle-re. Bicycle Infantry, az komoly. Komisz. Jó, és akkor Project Toldi. Lehet még az. A oil processing jó lesz. És vonatokat is kéne csinálni. Jó, akkor csinálunk azokat is. Három gyárat rászánunk. Oksa. Na, most akkor itt megalapult a központi hatalmak, ami megint egy érdekes dolog lesz, mert hogyha... Még mindig ez megy. Aha. Anti-Szovjet Pakt. Aha, és akkor itt így nem tudja eldönteni a játék, hogy mi legyen.
románoknál viszont fordult a kocka, itt már a kommunisták vannak előnyben, elég sokkal. Jó van, de rámegyünk akkor a... Mire menjünk rá? Huba Order of Battle. Jó lesz az. Róma elesett. Aha, mert itt most ugye háborúba áll a központi hatalmak. A szövetségesekkel. Mi ebből a háborúban még kimaradunk szerintem. Mondjuk nekünk... Spanyolország lesz. Szerintem gondolom a nagy hatalom. Micsoda? Ez mi? A Fifth Portuguese Empire. És azt mondta, hogy ők most elvesztik ezt a háborút. De elvesztik. Na, ezért mondtam, hogy elég szasz volt, hogy nem tudnak terjeszkedni. Úgy néz ki, hogy hát ez a kimenetele. Hogy még el is vesztik azt a háborút. De hát nem tudsz vele mit kezdeni, segíteni nem tudsz nekik, akkor ez van. Jó, és az új fegyverem elkészült időközben, meg már a repterek fejlesztetre, vagy hát bővített repterek épülnek. Itt azért segítünk egy kicsit a jugóknak is a fejlesztésben. Legyen új repterük, ahonnan mondjuk ők is tudnak indítani bármiféle támadást. Anti-Art pedig építek itt az osztrákoknál, ahol nem demilitarizált zóna van. A jugoszlávoknál is egész korrekt az infrastruktúra. A Infantry Tactics Founding the Győri program, az jöhet. Így. És nézzük akkor a győri program. Hogy áll? Phase 1, hát az még készül. Akkor Construct the Arpad Line. Az lesz az, mert az ugye nekünk bunkereket fog építeni. És tankok fejlesztése az, ami most így fontos lesz számunkra. Szeretnék egy kicsi tankot belevinni ebbe a játékba. Kelleni fog. A jugó hadsereg hova tűnt, hogy még azóta is ennyi? Kevés. Jó, hát a németek azok háborúznak közben mindenkivel. Oké. Basic Armor Protection. Elnyomjuk. Industrial Concern lesz az, amit választani fogunk. De előtte... Hát nem tudom, itt még nem választanék semmit, rámegyünk az Advanced Doctrine-ra, hogy meglegyen az ötödik Research Slot is. Hát igen, itt az Industrial Concern lesz a jó választás számomra. Cseheknél folyamatosan csökken, románoknál pedig még mindig növekszik, lassan, de növekszik. Jó, nagy páncéltörő, azaz, a páncél ököl, jó, nem baj. Hanzaloidot is megcsináljuk, hogy a tankokhoz legyen majd. Phase 2-t aktiváljuk. Csak a Industrial Concern el nekünk. Volunteer Only-ról átállhatnak mondjuk Extensive Conscription-re. Szerintem nem haragudna meg érte a magyar vörös hadsereg, hogyha átállnánk. De előtte a Research Slot kelleni fog mindenféleképpen. Jó, Line Artillery. Ebbe az irányba fogunk elmenni. Akkor Army Hard Attack. Ja. Jó, király. Na, így, hogy az ötödik Research Slot is elkészült, tovább tudunk haladni a repülővel, illetve rá tudnánk menni a nukleáris technológiára. Menjünk rá, jó. Menjünk, repüljünk rá. És ezt kell még majd itt megcsinálnom. Ez ad kettő katonai gyárat itt Közép-Magyarországra. Ami jól jön, mert antitankot gyártunk, antiárt nem, és az egységeimnek szükség lesz rá. Illetve vasútban is minuszban vagyunk. Hát azt is kéne gyártani. Hamarosan amúgy
jönnek majd a gyárépítése. Aztán még egy adag vasútfejlesztés, meg minden. Csak hát... Úgyhogy gyorsítani kéne. Ja, ha azzal, hogy elkészül, ráugrok a nukleáris technológiára. Erre pedig remélhetőleg minél hamarabb összejön a 70 political power, és utána Árpád vonalnak kéne jönnie. Phase 2 kell hozzá, igen. Ja, de nem vagyunk Kárpátaljának a birtokosai. Ez probléma. Komoly probléma. De nem tudok vele mit kezdeni. Helyette megcsinálom ezt. Oké. Viszont Air Defense-t tudunk nyomni. Rendben, és akkor mehet a nukleáris technológia. Erre kell rárepülni. A mechanizáltak, az is köll. Szépen szólva. És akkor let's go. No template, igen, ezt tudjuk. Épülnek szépen itt az anti-air cuccmókok. Az a vicces, hogy a németek nagyon nem tudnak mit kezdeni. Nem is próbálkoznak? Itt Olaszországban a britek elég komoly előnyre tettek szert. Nem tudom. Érdekes a helyzet. Acél. Igen, most kell az acél. Most. Research slot is van szabadon. Folytatjuk az építkezést. Air Defense of Hungary. Ezt fogjuk elnyomni, ahogy tudjuk. Nem akar működni. Itt működhetne, mert akkor belépnének hozzánk. A véletlenül csávókám nem akar építeni egy internetworköt, és akkor mondjuk dolgozni fel a szocializmust Romániában. Talán megpróbálkozhatna vele, már nem azért. Jó. Ők kell nekünk. És még itt van Gamma Factory, Railway Industry, River Force. Jó, hát de ezt még hanyagoljuk. Gyalogság. Tüzérség. Ezt csináljuk. És még a besorozást még mindig nem vettük feljebb. De... most ezt itt megcsinálom. Air Defense of Hungary-t, és ezután feljebb is veszem. Illetve győzve. Greek Portugal, az igen. Ja, jó, értem, mi történt. Tudok mindent. Innen eltűntek a demilitarizált zónák. What? És lejött az első osztrák. Azta! Megérkezett az első osztrák egység. Ez komoly. Na, erre nem gondoltam volna. No de, egy háborút megpróbálhatnánk amúgy. Itt vannak a lengyelek, határosak vagyunk velük két provincián, ott amúgy se jönnének át. Viszont a németek ellen bepróbálkozhatnánk. Border guards-ok jöhetnek. Research páncélzat. Oké, új antitank.
és már készülnek a civiljára. Nagyon király, nagyon szuper. Ez kell nekem. Mert így anti-ért is el fogunk kezdeni építeni. Gordon Sanitária. Ti is kapni fogjátok. Ja, de még nekünk itt van Kanada. Jó, akkor ez így meg bőven jó, mert így még akár át tudunk irányítani egységeket Kanadába is. Jó, hát Jugoszlávia. Kár, hogy így döntöttetek. Azt kell mondjam, hogy ti itt most kapni fogjátok az ívet. Így, mert hogy most ti meg lesztek támadva. Ugye fél ország kommunista, vagy fél világ kommunista, de... De az nem baj. Oké, behívjuk osztrákokat, Kanadát is. Megpróbálunk egy full agresszív támadást intézni. Légi fölénynek kéne lennie, nincs. De van. Jó. Belgrádot elfoglaltuk. Be kéne menni Nizsbe. Szkopje amúgy az új főváros. Hát nem kell sok szerintem, hogy kapituláljanak, így bizony. Tényleg nem kell sok. Ez, hát még nem elég. Még ilyen splitet elfoglaljuk. Ez amit talán megvan. Igen, megvan. Jó, és akkor... Köszönöm szépen a támogatást. Ide nekem. Viszont szóval lesz egy puppet Jugoszláviám. Osztrákok nem tudom mit akarnak. Na mondjuk azt meg fogják kapni, tehát ott nincsen mind szórakozni. Ezt megkapják az osztrákok. Így, megígértem. Mi pedig hát bővültünk így egy pár gyárral. Egy párral. Egy kevés kis dokjárdal. Nem baj. Akkor... Kiegészítjük a termelést. Aha, mondjuk ennyi ebből nem kell, ebből se. 2-3, éjni. Ez még itt talán jó is. Tungstenből így kevesebbet veszünk. Másban nem is kell venni semmit. Jó. Reformkommunizmus menjen. És jöhetnek, hát... Csehek meg a románok, nekik kéne következniük. Ugye ez akkor azt jelenti, hogy... Ez is itt kor, ez is kor, így végig. Oké. Okay. Többi nem. Többivel nem is foglalkozok. Csináljunk ilyen. Hadihajókat. Osztrákok pedig remélem, hogy örülnek valamennyire. Nekünk pedig akkor így még egy 24-es hadseregre minél gyorsabban, de szükségünk lenne. De majd a besorozást hamarosan kicsit feljebb tornászom. Lesz rá political power nem sokára. Illetve el tudunk kezdeni építeni majd atomerőművet. Jó, és akkor ugye értelemszerűen infrastruktúrákat legnagyobbra húzzuk. Így, né? Vasúti hálózat. Hát az szegényes. Brutálisan.
össze sincs kötve amúgy rendesen. Tehát itt így minimum ilyennek kéne lennie. Íni. Oké, itt is összekötjük, itt is kifejlesztjük. Jó, ez így a megfelelő számunkra. És akkor extensive conscription. Na de srácok, lányok, ez a... Hogy négy videó így? Igazából ennyi. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, hogyha tetszett, akkor kérlek egy lájkot és feliratkozást dobjatok. Aztán jövök majd a következő résszel, addig is viszont sziasztok!